Okay. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Szeretettel köszöntöm Önöket a harmadik kor egyetemének 2015. évi első fél évének első előadásán. Szeretném felkérni Demetrovics Zsolt professzor urat, az ELTE pedagógiai és pszichológiai kar dékánját, hogy köszöntse az egybeülteket és nyissa meg ezt a fél évet. Köszönöm szépen, és tényleg csak néhány szót szeretnék szólni, hogy ne is húzzam itt az időt a rendezvény, illetve az előadás előtt, vagy ne ennek az ideje fogjon. Én nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az ELTE pedagógiai és pszichológiai karán. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan összegyűltünk. Ez nagyon jó jel, és nagyon nagy öröm nekünk, kis csúszást okozott, ez illeszkedjünk, ezt remélem elnézik, és ezzel együtt tudunk, annak körül ugyan sokan összegyűltünk. Ez a harmadik évadja ennek a rendezvénysorozatnak, és hát úgy látjuk, hogy sikeres, és éppen ezért fogjuk folytatni most is, és hát bízunk benne, hogy a következő években is meg tudjuk ezt tenni. Azt, hogy ebben az évben ez sikerült, ez a... Semmi gond, ez... Szóval az, hogy ebben az évben ez sikerült, ez az ELTE és a pedagógiai, pszichológiai kar erőfeszítésein túlmenően, és különösen Kereszi Orsolya docens asszonynak az erőfeszítésein túlmenően köszönhető a Budapest-Fővárosi Önkormányzat támogatásának egyrészről, Végné Reményi Mária és a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének, a segítségének támogatásának, dr. Taigás Katalin, a Szociális Innováció Alapítvány segítségének és együttműködésének, és az ELTE Karrierközpont, illetve különösen Páli Nóra segítségének. Tehát, hogy itt tényleg egy együttműködés van már önmagában annak a hátterében, hogy most és a következő alkalom, akkor itt lehetünk, együtt lehetünk, és meghallgathatjuk ezeket az előadásokat. Mi különösen örülünk, hogy az ELTE-nek ez a kara az, amelyik befogadja fizikailag is ide, illetve szervezésileg is ezt a rendezvénysorozatot. A mi mottónk az, hogy a PPK minden, ami ember, ami kifejezi azt, hogy mi itt ezen a karon olyan témákkal, olyan dolgokkal foglalkozunk, amik valamilyen szemszögből, legkülönbözőbb szemszögökből, de valamilyen nézőpontból az emberi viselkedéssel, az emberi gondolkodással, az ember működésével foglalkoznak, és azt gondolom, hogy ebben nagyon jól illeszkedik az a szempont is, hogy mi ezzel az emberi gondolkodás, az emberi viselkedésnek a mikéntjével valamennyi életkori vonatkozásban, az egészen pici csecsemőtől a serdülőkoron, a felnőtt, ifjú és idősebb koronát foglalkozunk, és hogy nagyon örülünk annak, hogy ilyen módon az oktatásban, az együtt gondolkodásban, a szellemi aktivitásban is tudunk valamennyi korosztálynak nyújtani valamit, és ennyiből én nem büszke vagyok arra, hogy ennek a rendezvénysorozatnak is helyt tudunk adni, és nagyon bízom benne, hogy élvezetes, izgalmas előadásokra fog sor kerülni, és hogy nagy megelégedésre szolgál majd az, ami itt a következő alkalmakkor és a mai alkalommal is történik. Én nem szaporítanám tovább a szót, még egyszer köszönöm, hogy itt vannak, és kívánok nagyon jó együttgondolkozást és előadást majd Mérő professzor úr segítségével. Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönöm szépen dékán úrnak. Mielőtt professzor úr elkezdeni az előadását, egy-két praktikus információt szeretnék önöknek mondani. Kereszti Orsolya vagyok, az Andragógiai és Művelődés Elmélet Tanszék vezetője, a harmadik kor egyetemének szakmai felelőse.
Ezúton én is szeretettel köszöntöm Önöket, és ahogy már látták a regisztrációnál, mindenkit megkértünk arra, hogy válaszoljon arra a kérdésre, hogy részt venne-e további kutatásba, szeretné-e, hogyha további programokkal megkínálnánk őt innen az ELTÉ-ről, egyáltalán nyitott-e erre, és hogyha igen, milyen formában ezt később el lehet dönteni. Ettől az évtől számítanánk továbbra is, és még inkább erősebben az Önök aktivitására. Készítettünk egy kérdőívet, minden alkalommal szeretnénk, amely egyrészt egy visszajelzés nekünk az egész programsorozatról, illetve az előadásokról. Másrészt szeretnénk ennek a területnek a kutatását erősíteni itt a PPK-n, ahogy dékán úr is elmondta. Ebben kérjük aktív közreműködésüket, együttműködésüket. Ha bármi kérdésük van, akkor én is nagyon szívesen válaszolok, illetve a harmadik kor egyetemének operatív felelőse Páli Nóra is, akit már sokan ismernek. Szeretném Önöket tájékoztatni arról is, hogy a két fél év alatt, aki a 8-8 előadásból 6-6 előadáson részt vesz, ennek szeretnénk egy oklevéllel kedveskedni és elismerni, hogy aktívan itt volt és részt vett a harmadik kor egyetemén. Szeretném Önöket tájékoztatni arról is, hogy az előadásokról fénykép és videófelvétel fog készülni. És megkérném első körben Végné Reményi Máriát, a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségétől, hogy ő is köszöntse az egybegyűlteket. Azt hiszem, hogy nagyon jól ismertek már, harmadik évet csináljuk, nagy küzdelem volt, tényleg, hogy sikerült elérnünk azt, és köszönjük a fővárosnak is, hogy szívén viseli Budapest időseinek a dolgát. Nagyon örülök az érdeklődéseteknek, és tudjátok, hogy az időskorban a szellemi elfoglaltság és a mozgás a fontos. Hát ez most szellemi. Nagyon szépen kérlek benneteket, vegyetek aktívan részt, segítsétek az egyetemet is. Ők valami olyan kutatást szeretnének elindítani, ami a mi számunkra és az eljövendő nemzedékek számára is izgalmas, a jövő nyugdíjasainak. Hát örülök, hogy itt vagytok, és kérlek benneteket, hogy a kérdőíveket mondjátok, vagy töltsétek ki. Köszönöm szépen, és akkor a Szociális Innováció Alapítvány részére a dr. Taigás Katalin. Szervusztok! Én sok-sok szerepben vagyok itt. Először is itt tanultam. Másodszor is ezt a szakot végeztem. Harmadszor ezen az egyetemen tanítottam több mint 15 évig. És amikor nyugdíjas lettem, akkor törtem a fejem, hogy hogyan lehetne mindazt érvényesíteni, amit én tanultam. És akkor javasoltuk együtt Marikával, hogy szülessen meg a harmadik kor egyeteme, és hogy az ELTÉ erre nyitott volt, ezért köszönet. És közben az Életet az Évek Nyugdíjas Szövetségnek a budapesti elnöke lettem. Úgyhogy mindennek a munkának az eredményeképpen. Én azt gondolom, hogy aktívan tudjuk segíteni az ELTÉ-t, az ELTÉ támaszkodhat ránk, mi pedig a fiatalokkal együtt sokat dolgozhatunk. És hogy ilyen kitűnő professzorok jöttek el, és hogy a tematika kitűnő, ezért dicséret jár. Úgyhogy az Életet az Évek budapesti szervezete a kutatásba is, szemináriumok rendezésébe is, mindabban szeretne aktív partner lenni, amiben lehet, mert megérdemli az egyetem, és megérdemeljük mi. Köszönöm szépen, elnézést kérek Önöktől és professzor úrtól is a késésért, de szerintem ezt elnézzük egymásnak, mert valószínűleg nem lesz ez mindig így csak az első előadáson, és nem kell gondolom bemutatni Önöknek, de engedjék meg, hogy mégis röviden Mérő László professzor úrat bemutassam, aki az ELTÉ PPK egyetemi tanára, kutatási területei többek között a gazdaságpszichológia, a gondolkodáspszichológia és az affektív pszichológia, témavezető az ELTÉ PPK
pszichológiai doktori iskolájában, és csak néhány könyvét gyűjtöttem ki, ami megjelent nem csak magyarul, hanem idegen nyelven is. A pénz evolúciója, észjárások, az elvek csapodája természete, az érzelmek logikája, mit gondol a golyó, és 2014-ben jelent meg a Csodák logikája című könyve, ami hasonlóképpen címe ennek a mai előadásának is. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és akkor várjuk szeretettel az előadást. Köszönöm szépen. Egyetlen kérdésem lenne, hogy az eredetileg tervezett időpontot tartsam, vagy mostantól számoljam. Oké. Akkor elnézést kérek a Fülöp Márta kolléganőmtől, tehát a professzor asszonytól, akinek azt ígértem, hogy 14-25-kor átadom a terepet, ez 10 perccel vagy negyed órával később fog erre sor kerülni. No, tehát tulajdonképpen hát ennek az egyetemnek a nevébe van egy betű, ami valószínűleg lehetetlené teszi, hogy ilyen címmel tartson az ember előadást. Ez a T betű az egyetem nevébe, hogy tudományegyetem. Hogy kerül egyáltalán, hogy lehet egyáltalán egy tudományegyetemen ilyesmiről beszélni, hiszen a csodáknak az a legfőbb jellegzetessége, hogy egyszeriek és megismételhetetlenek. Most az az érdekes pont, hogy a tudomány ennek ellenére pont olyan módszereket fejlesztett ki, amikkel időnként ilyesmivel is tudunk foglalkozni, tehát mert a tudomány általában modellekkel dolgozik. Kitaláljuk azt, hogy mi fontos és mi nem fontos számunkra abban, amivel dolgozunk, építünk egy modellt, és onnantól a modell természetét, a modell tulajdonságait vizsgáljuk. Tehát például a fizikusok mondjuk építenek egy modellt, amiből következik, hogy időnként hogy előfordulhat egy ősrobbanás, egy Big Bang, ami megismételhetetlen természetesen, hál' Istennek egyébként, mert garantáltan nem élnénk túl. Minden esetre innentől csak a modellt vizsgálják, és ha az produkál ilyen jelenségeket, mint egy ősrobbanás, akkor onnantól az is vizsgálható. No, tulajdonképpen egy könyvről akarok beszélni most, ami nagyon meg akart íródni, mert ilyen még nem történt velem, egy évvel korábban készült el, mint terveztem. Tulajdonképpen egészen röviden az, hogy nem az isteni csodákról akarok beszélni, tehát nem azokról, amelyek hitkérdései, hanem azokról, amelyek tényleg előfordulnak a világunkba, és ha egyszer előfordulnak, akkor alkalmazkodnunk kell valamennyire hozzá. Ami elindította ezt bennem, az Nassim Nicholas Talebnek a Fekete Hattyú című könyve, ami hát nem egy kellemes könyv, azt kell mondanom. Kitűnő könyv, 17 héten át vezette a New York Times-nak a sikerlistáját, már az üzleti könyvek között. Egy rendkívül zavaros könyv, a szerzőnek ekkora egója van. Ezt csak azzal jellemezném mondjuk, hogy simán leír olyan mondatokat a könyvbe, mondjuk, mint például a közgazdaságtudomány Nobel-díjasai, mint sarlatánok és tudatlan csalók. Ez csak így leírja a könyvbe. Elég zavaros könyv, tényleg. És ami miért tényleg joggal lett sikeres, hogy érezhetően nagyon okos a szerző. Már maga a könyv címe, hogy a Fekete Hattyú, ő Fekete Hattyú alatt olyasmit ért, amit én csodák alatt, csak azzal a különbséggel, hogy nagy hatással kell, hogy legyen a világra. Tehát Jézusnak bizonyos csodái olyan nagy hat, mondjuk, hogy felkeltette és járatta a mozgásképtelen, olyan nagy hatással nem volt a világra. Csodának persze csoda. Taleb kifejezetten azt is mondja, hogy változtassa meg a világot, van épp elég ilyen csoda is. A Fekete Hattyú egy nagyon rossz szimbólum erre, mert azért mondja ezeket Fekete Hattyúnak, mert valami, amit elképzelni se tudnánk, hiszen a Fekete Hattyú, a hattyú az fehér, az a pláne benne. Na most nem olyan nehéz Fekete Hattyút elképzelnünk, olyan, mint a hattyú, csak éppen fekete, na és. Jellemző módon egyébként a precíz németek nem voltak hajlandók Fekete Hattyút tenni a könyv címlapjára, amire pedig kötelezte volna őket a kiadói szerződés. Hát egy ilyen hattyút tettek oda, ez talán jobban kifejezi, amiről beszélni akarnak. No, Talebről annyit érdemes tudni,
hogy ő libanoni, illetve hát ő jobban szereti úgy mondani, hogy levantei, mert az úgy történelmében hangzik. És Libanon az az ország, amit például az én egyetemista koromban a Közel-Kelet Svájcának hívtak, tehát a világ egyik legzűrösebb térségében, hát déli szomszédja Izrael, egyébként Szíria veszi körül meg a földközi tenger, és megmaradt a térség Svájcának, tehát a béke és a nyugalom szigetének, még a két nagy arab-izraeli háború alatt is, 1967-ben és 73-ban, utána 75-ben váratlanul kitört valamilyen kis lázongás, a libanoni elit hát áthajózott pár napra Ciprusra, azonnal 60 kilométerre van, hogy hát tombolja ki magát a csőcselék, aztán majd rendet teszünk. De azóta se jött rendbe az az ország, tehát teljesen lepusztult állapotban van. Tálev és családja is menekülni kényszerült. Tehát tulajdonképpen, hát ez Csontvárinak egy viszonylag kevésbé ismert képe a bizonyos békeszigetéről, zarándoklások a Cédrushoz Libanonba. Ez ismertebb képe Csontvárinak. És mutatja azt, hogy egy művész esetleg ráérez olyasmire is, amire akár a országban élők annyira fekete hattyúnak gondolnák, hogy így össze tud omlani egy ország. Tálev Amerikába került, ott a Wharton School-on tanult, ami a világ egyik vezető pénzügyi iskolája. Hát hol a Harvard, hol a Wharton vezeti ebbe a szakmába a világranglistát. Meg is tanult mindent, amit ott kell. Most, aki a Whartonon kiváló eredménnyel végez, az nagyon jól fizető állást kapott ő is. Néhány évig azt csinálta, amikor összegyűlt annyi pénze, hogy alapítson egy saját befektető céget, akkor megalapította a saját befektető cégét. De valahogy végig benne volt az, hogy ennyire össze tudott omlani az hazája, akkor akár a világgazdaság is ennyire összeomolhat egy pillanat alatt, egyik napról a másikra. Úgyhogy pont a fordítottját csinálta annak, amit egy normál bróker csinál, tehát egy normál bróker megpróbál így az árfolyamok napi ingadozásaiból valami hasznot húzni. Tálev nem ezt csinálta, hanem pont az ellentétét, de ehhez is ugyanazt a matekot, ugyanazt használta, mint amit az iskolában jól megtanult. Csak éppen arra fogadott mindig, hogy technikailag ezt hogy kell csinálni, az most számunkra nem annyira érdekes. Arra fogadott mindig egyfolytában, hogy holnap összedől a világ, a világgazdaság. Csupa olyan opciós szerződéseket kötött, amivel akkor nyer nagyot, ha holnap még mindig a mai árfolyamon adhatja el ugyanazt. No, hát tehát napról napra veszített, folyamatosan, szinte minden nap. Nem könnyű ezt pszichológiailag viselni. 2001. szeptember 11-én nagyon gazdag ember lett. Akkor összeomlott egy pillanatra a világgazdaság. Folytatta ugyanezt a befektetési stratégiát, most már nagyobb tétekkel csinálhatta. És hát további 7 éven át gyakorlatilag minden nap csak veszített. Úgy csinálta, azt mondta, hogy hát ő tulajdonképpen hát össze nem omolhat, és ez számára a lényeg, hogy vele nem történhet meg az, ami a hazájával. Kivérezhet, hogyha túl sokáig nem történik nagy krach a világgazdaságba, de hát 7 év után, 2008-ban beütött a válság, sokszoros milliárdos lett. Tehát nem csoda, hogyha a könyv, amit ír, az sokan kíváncsiak rá. Hát Tálevnek a két legfontosabb fogalma, én átlagisztának és extremisztának nevezem, ő átlagisztánt nem úgy hívja, ő átlagisztánt midiokrisztánnak, tehát középszerisztánnak hívja. Némi megvetés természetesen ebbe is van, hogy ne lenne. Én ki fog derülni, szóval az én hazám az utóbbi 4-500 évben nem omlott össze úgy, mint Tálev hazája, igaz? A térség Svájca se volt egy percig, se ne tagadjuk, de össze se omlott egy pillanat alatt. Úgyhogy én továbbra is emelt fővel tanítom átlagisztán tudományát is, de extremisztánét is, majd ki fog derülni, hogy miért tartom ezt is szükségesnek. Na, itt van 4 kérdés, és miközben csipogok, remélem mindenki elolvasta, mert igazából azért érdek, még azért csipogok egy fél percet, hogy biztosan elolvashassa mindenki.
Tehát azért érdekes ez a két, négy kérdés, mert nagyon másfajta válasz van az első kettőre, mint a második kettőre. Állítom, hogy az első kettőre itt szinte senki se fog nagyot tévedni. 10 évnél többet nem fog, 10 centinél többet nem fog. Milyen magas lehet egy átlagos 2 méter fölötti magyar ember? Vannak ilyenek, nem tudom ebbe a terembe ül-e ilyen, de akár ülhet is. Inkább arra fogadnék, hogy nem, mert 1000-ből egy ilyen. De hallgatóim között már volt olyan, volt 2 méternél magasabb. Nem fogtok nagyot tévedni, senki se fog 5 métert mondani, hogy egy átlagos 2 méter fölötti, 203 centi az igazság. Milyen idős lehet egy átlagos 290 év fölötti ember? Olyan viszont lehet, hogy ül itt. Nagy élmény számomra, hogy végre egyszer nem én vagyok valószínűleg a legidősebb a terembe, ami mondjuk az egyetemi óráimon nem nagyon fordul elő ez az élmény. Tehát milyen idős lehet egy átlagos 90 év fölötti ember? Itt se fogtok sokat tévedni, senki se fog 100-nál nagyobb számot mondani. Akkor meg már olyan nagy tévedés nem történt, 93 év a válasz. A következő kérdésem, mennyi vagyona lehet egy átlagos olyan magyarnak, akinek 5 milliárd forint fölött van a vagyona? Hát körülbelül 100 ilyen van, ezt az ilyen 100 leggazdagabb, meg 150 leggazdagabb magyar című kiadványokból lehet tudni, nem mindenki szerepel benne, én is ismerek olyat, aki sokat fizet azért, hogy ne szerepeljen benne, olyat is ismerek, aki azért fizet, hogy szerepeljen benne, ez egy jó üzleti vállalkozás, ráadásul a közönség örömmel olvassa, és nem is hülyeséget olvas, mert ami benne van, az viszont érdemes tartalmi, és tehát az nem hülyeség. No, mennyi lehet ezeknek az átlaga, akinek 5 milliárd forint fölött van a vagyona? 22 milliárd forint. Tehát látszik, hogy valami nagyon más matekről van itt szó, mint az előző két esetben. Még följebb is húztuk meg a határt, mert azért 100-nál több 2 méter fölötti honfitársunk van, 100-nál sokkal több 90 év fölötti van. Itt meg még magasabban húztuk meg a határt, tehát még közelebb kéne, hogy legyen a fölöttiek átlaga a határhoz. Ennyire messzi van. Ez olyan, mint hogyha mit tegyen, a 2 méter fölötti emberek átlaga 5 méter magas lenne arányaiba. Nem fogom levezetni, számoljatok utána. Tehát nem annyi nyilván. Valahol egy egészen más matekról van szó, ez érezhető. Csak Magyarország lenne ennyire extrém. Hát akkor nézzük meg, mi a helyzet a világban. Mondjuk egy átlagos 5 milliárd dollár fölötti tőkéjű cégnek mekkora lehet a tőkéje? 2012. augusztusában néztem utána, akkor 761 ilyen cég volt a világban, és az átlagos tőkéjük 27 milliárd dollár volt, még ennél is extrémebb, mint a magyar, miközben a határt nagyjából ugyanúgy húztuk meg arányaiban. Tehát valahol a biológiai élet az továbbra is ebbe a bizonyos átlagisztánba zajlik, ahol olyan nagyon nagy eltérések nincsenek az átlagtól, nincsenek 10 méteres, pláne nincsenek 6000 méteres emberek. Ugyanakkor van Csányi Sándor vagy Demján Sándor a maga 200 milliárd körötti vagyonával, van az Apple cég a maga 700 milliárdjával, ami több, mint Oroszország teljes GDP-je. Szóval nem akármiről beszélünk. A második és a harmadik helyzet az már csak 250 milliárd között van, eleve háromszor akkora a legnagyobb, mint a második meg a harmadik. Azok se apróságok egyébként, mert az IBM-ről, a Shell-ről és a Walmart-ról beszélünk. A Walmart egy amerikai áruházlánc, az itt kevésbé ismert, de pár év múlva az lesz, mert jönnek Magyarországra is, bár ez még változhat. No, tehát a gazdasági életre egészen más matek érvényes, mint a biológiai életre. Mind a kettő már nagyon régóta ismert, a matematikusok kitaláltak mind a kettőre valamit, ráadásul nem is különbözik annyira. Tehát körülbelül Gauss és Cauchy, egy német és egy francia matematikus, nagyjából kortársak voltak. Gauss leírta ezt, amit Gauss-görbének nevezünk, itt a kék görbe az ábrán, ami úgy olyan, ahol úgy az átlagtól olyan nagy eltérések nincsenek. Cauchy olyat írt le, ahol vannak, ez a piros görbe, hát akinek nincs nagyon szeme a matematikához, és tartok tőle itt a többség olyan,
az nem biztos, hogy azonnal látja, hogy miért olyan nagy difi, mi lehet olyan nagy difi e között a két görbe között. Nagyon nagy van. A Gauss-eloszlás általában akkor írja le jól a dolgokat, ha sok-sok komponens határozza meg azt, amit éppen vizsgálunk. Tehát sok komponens határozza meg a testmagasságunkat, az élethosszunkat is, ha csak valamiben nem üt. Sok komponens határozza meg szinte minden biológiai tulajdonságunkat. Ugyanis a biológia már csak így működik, hogy szereti azt, hogyha egyszerre van jelen variabilitás, tehát hogy sokfélék vagyunk, nézzetek körül mennyire sokfélék, és stabilitás, tehát hogy az egyik generáció összességében, a sokféleségével nagyjából olyan, mint a másik. Tehát vannak alacsonyak, magasak, szőkék, barnák, intelligensebbek, kevésbé intelligensek. Valóban az egyik generáció nagyjából olyan, matematikai tény, hogy ami ilyen, azt a Gauss-féle görbe írja le jól. Ott itt a szórás nagyjából azt jelenti matematikusoknál, hogy bonyolult lesz a mondat, de azért érthető, hogy a tipikustól való tipikus eltérés. Hát ugyanis egy átlagos felnőtt magyar férfi mondjuk 174 centi magas, de nagyon kevés felnőtt magyar férfi pont 174 centi. A tipikus az, hogy vagy alacsonyabbak vagyunk, vagy magasabbak. Tehát jogos kérdés az, hogy egy tipikus átlag fölötti az milyen magas. 183 centi. Tehát egy 183 centis ember ugyanolyan tipikusnak tekinthető majdnem, mint egy 174 centis. Ilyen a tipikus magas átlag fölötti ember. Egy 166 centis vagy 5 centis, az meg egy tipikus alacsony ember. Nem is szúr szemet természetesen. Kossi egy egészen másfajta eloszlást írt le, egészen másfajta matekot. Ezt egy íjásszal tudom a legjobban illusztrálni, aki fogja a fegyverét, beköti a szemét, és megpördül a tengelye körült, jó sokszor, megáll és elsüti a fegyverét. Most itt van egy fal mondjuk 10 méterre az íjásztól, hát ha arra süti el a fegyverét, az nem számít, akkor lő egy újat. Kérdés az, hogy ezen a falon hol lesznek a becsapódások. Legtöbbször nyilván meg középen, hiszen ha mondjuk így fogok egy 90 fokos szöget, abban a lövések fele fog esni. Tehát a lövések fele egy 20 méteres szakaszára fog esni a falnak, de a másik fele akármilyen messzi elmehet. Megállhatok én nagyon párhuzamosan a fallal, és akkor iszonyú messzire el fogok lőni. Amit ez a modell ír le, ott bizony lesz olyan, hogy 100 kilométerre ellövök. Ha ez a modell igaz, lenne mondjuk az emberek testmagasságára, akkor lennének 1000 méter, meg 5000 méter magas emberek is néha, amúgy ugyanolyanok, mint a többi. Csak ez itt egyetlen egy komponens határozza meg, a biológiában nem, de a gazdaságban már igen. Tehát az, ott van egy csomó ember, nincs közöttük nagyon kiemelkedő, aki a színpadon van, beállna a közönségbe, az se emelkedne különösebben ki. Itt Kossinál az az érdek, imádok például másodéves matematikus vagy fizikus hallgatókat azzal szivatni, hogy számítsák ki a Kossi eloszlás szórását. Tehát az, hogy mennyi itt a tipikus eltérés a tipikustól, ami nyilván középen van, hiszen ugyanolyan esélye állok meg arra, mint erre. Nos, ilyenkor persze nem így írom le a Kossi eloszlást, hanem egy képlettel. Végülis ők arra vannak ezve, én is arra voltam, hogy ilyesmiből értsünk. Nekiállnak, számolnak, és mindig elrontják. Ugyanis nem akarják elhinni, hogy az jön ki, hogy szórás nincs. Nem azért nincs, mert nem vagyunk elég okosak, hanem azért, mert időnként olyan messzire ellövünk véletlenül, olyan párhuzamosan állok meg a fallal, hogy azt már 1000 középre lövés sem ellensúlyozza. Amíg a feloszlásút ellensúlyozza egy-egy nagyon eltérőt, ami Kossi szerint működik, az nem. A lényeg az, hogy a matek mind a kettővel tud élni, ha ilyen a világ, ha olyan. És az derült ki mostanára, hogy a világnak vannak olyan jelenségei, amit az egyik ír le jól, és vannak olyan jelenségei, amit a másik. Ráadásul, ha valakinek majd kicsit olyan matematikai érzéke van, az valószínűleg feltette már magába a kérdést, hogy és mi van a kettő között. Simán tudunk ide rajzolni a kettő közé még egy csomó görbét, azt mindenki, az nem kell matekérzék,
És akkor mi van, az mi? Az nem ír le valamit? Mit ír le az? Nos, leír. Ki fog derülni, hogy tulajdonképpen a kettő között van a káosz világa, de akkor mi ez a piros görbe? Ez bizonyos értelemben mi azok a dolgok, amelyek még a káosznál is kaotikusabbak. Van ilyen. Tehát a káosz az egy matematikai fogalom, még viszonylag szabályozott, csak éppen kaotikus. Szórás vagy van, vagy nincs. Mindegy, ezt mondok egy szót, Pareto kitevőtől függ, kettőig van, a fölött nincs. Ez mind csupa a kettő között levő dolog. Érdemes például belegondolni, hogy hogy is van ez mondjuk a biológiában. Ugyanis általában úgy érezzük, hogy a szív olyan kaotikus, viszont az agy meg nem, az logikus, racionálisan dönt. Nem is olyan régen volt, amikor Lavoisier, nagy francia kémikus, arra volt kíváncsi, illetve nem, ő kémikus volt világ életébe, élettannal csak az élete utolsó napján foglalkozott. Hát ugyanis nemes ember volt, és a nagy francia forradalomnak a viharai a guillotine alá sodorták, és amikor meghallotta az ítéletét, rájött, hogy eljött élete nagy pillanata. Ugyanis most külön fog válni a feje a testétől. Eldöntheti végre a kor nagy tudományos kérdését, hol lakik az akarat, a szívbe vagy az agyba. Jó, ma már ez nem kérdés, mert millió kevésbé morbid bizonyítékunk is van rá, hogy az agyba, de azért nem is magától értetődő, mert mondjuk valamire nagyon vágyódunk. A szívünk táján esetleg érzünk valami kis nyomást vagy feszültséget, az agyunkba semmit. Tehát nem magától értetődő, hogy az agyba lakik. Lavoisier azt mondta, hogy amikor tehát lecsap rá a guillotin és a feje külön válik a testétől, pislogni fog. Minden erejével ezen lesz, hogy pislogjon, és megkérte a segédjét, hogy figyeljen nagyon, hogy mennyit pislog, és jegyzeteljen, és utána publikálja az ő már, mint Lavoisier nevében az eredményt. És Lavoisier annyira átadta magát ennek a kis gondolatnak, hogy még imádkozni is elfelejtett, a papot is elküldte az utolsó nap, és állítólag a lefejezése után 15-ször pislogott még, ami mutatja, hogy ez nem a szívből fakadhat, hiszen az külön volt már választva, ez az agyból kell, hogy jöjjön. Na, mára mondom, kevésbé morbid bizonyítékokat is tudunk erre, de valószínűleg városi legendát meséltem most. Nincsen nyoma, a publikáció se született meg, egyetemeken se tanították ezt a kísérletet, kivéve mondjuk én, amikor azt akarom elmagyarázni, hogy mi a tudomány, miről szól a tudomány, mert ez tipikusan tudományos gondolat, akkor is, ha történetesen így nem csinálták meg. No, az az érdekes, hogy a szív, mondjuk egy EEG monitor, az azt vizsgálja, hogy nem kezd-e kaotikus lenni az EKG görbe. Ha az kezd lenni, az baj, akkor sípol. Egy EEG monitor, tehát az agyi elektromos hullámokat vizsgáló készülék, az azt vizsgálja, hogy nem szűnik-e meg a káosz egy pillanatra. Ugyanis ha megszűnik, akkor sípol, akkor baj van. Tehát az embernek furcsa módon a szíve az, ami átlagisztáni, és az agya, az emberi agy már csak ilyen, azaz, ami extrémisztáni, ami kaotikus. Ingrid Sjöstrand, svéd költő, nagy kedvencem volt még így 30-40 évvel ezelőtt ez a könyve, ez az, ami a szívedet nyomja, illetve hát több svéd gyeres versköltő könyve. Az egyik vers például benne, pont az Ingrid Sjöstrandé, az a címe, hogy néha csontvázakról álmodok, és ez úgy nagyon zavarja a kislányt, mire anyukája azt mondja, hogy jaj, csak álom volt, hogy megnyugtassa, mire a kislány, mintha sokat segítene, hogy a szörnyűség itt belül van, s nem ott kívül. Hát valóban a szörnyűség, tehát a káosz, az az agyunkban van, nem a szívünkben, és még kevésbé kívül. Az emberi agy talán legjellemzőbb tulajdonsága pont ez a káosz. Ebből a káoszból jön létre, mert a káoszban is vannak állandó dolgok, az, hogy többé-kevésbé állandó a személyiségünk, állandóak a memóriá, emlékeink, mert pont a káosz ilyen, hogy vannak olyan tulajdonságai. No,
Taleb középszerisztánt, ahogy ő nevezi, én átlagisztánnak nevezem, tehát angolul, angol nagyon jól fog kijönni, mert a fordító, aki fordítja angolra ezt a könyvet, pont most kért engedélyt ahhoz, hogy hát ő nagyon szeretné, mert neki ez az Everagistán meg extremisztán olyan hülyén hangzik, legyen az Moldovia és Valdovia. Tehát két ilyen országszerű nevet talált ki. No, hát akkor már Moldovia, mondjuk magyarul. Szóval Taleb tényleg utálja. Ő, na, ez például egy olyan mondása, ami nagyon okos, és következik a gondolataiból, matekjából, hogy válasz. Extremisztánban az a helyes stratégia, hogy válasszuk meg bölcsen, hogy mikor legyünk ostobák. Okosak úgy se tudunk lenni, vagy legfeljebb Taleb módján. Taleb, itt van Gauss maga, egyébként jellemző a német, az utolsó német tízmárkáson Gauss volt, sőt, itt láthatjátok még a Gauss-görbét is. Hát, egy darab Németország, ha úgy tetszik, hogy egy Gauss tesznek a pénzükre. Taleb annyira utálja Gauss pofáját, hogy azt írja a könyvébe, hogy venne ön autót ettől az embertől? Hát én legszívesebben tőle vennék. Amikor autózom, jobban szeretem, ha átlagisztánba találom magam, mint ha extremisztánba. Azért valahogy jobban érzem magam olyankor ott. No, tulajdonképpen az extremisztán egyik fő oka az, amit Máté effektusnak szokás nevezni. Máté evangéliumában van egy ilyen mondat, amit én nagyon sokáig nem értettem, és izgatott, hogy miért, mi ez. Nem szó szerint így van a írásban. Lényegében ez, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van. Mit jelent ez? Hát nagyon későn, már amikor gazdaságpszichológiával kezdtem el foglalkozni, akkor jöttem rá, hogy miről szól, utána olvastam, tényleg erről beszél Jézus, mindig képekbe, meg hasonlatokba, parabólákba beszél, és mindig félreértették. Nála szomorúban valószínűleg senki nem ment a keresztre. Tehát, ugyanis Jézus itt arról beszél az innovációról, ami a motorja minden fejlődésnek és minden továbblépésnek. És valóban, akinek van innovációja, annak adatik, meghódít újabb és újabb területeket. Akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van, hiszen előbb-utóbb bekövetkezik egy innováció, aminek következtében, amit eddig ő csinált jól, valaki más fogja jól csinálni, és ő kénytelen valami más csinálni a továbbiakban. Tehát akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van. És pont egy magyar tudós, Barabási Albert László, de hát Amerikában él, Erdélyből származik, ő bizonyította be matematikailag is, hogy pusztán ez a tény, tehát az, hogy ha valahol megjelenik egy ilyen jelenség, mint amiről Máté evangéliumában Jézus beszél, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól meg elvétetik, az automatikusan, innen már a matek garantálja, hogy extremisztához, tehát a Kossy-féle modell felé vezet. Tehát nem csoda, hogy a világunkban lépten nyomon megjelenik extremisztán. Tulajdonképpen, ami az emberi képzeletben történik, az nagyon könnyen lesz extremisztáni. Noé is, na hát egyáltalán, aki mondjuk itt egy budai domb közepén oldalába él, olyan nagyon nem fél a Duna áradásától, hogy az el fogja vinni a házát. Nem viszi el, hát sokáig nem. De azért el tudunk képzelni olyan özönvizet, ami az Ararát 5000 méteres csúcsait nyaldossa, mert a Bibliában özönvíz az ott kötött ki Noé, aki egyébként 600 éves volt, amikor a bárkát építette. Tehát az emberi képzelet, az ember, amit ember alkot, az nagyon könnyen lesz extremisztáni. Amit a természet alkot, az viszont, mivel sok komponensből építkezik, majdnem mindig átlagisztáni, néha nem. A Darwin evolúció néha produkál, mondjuk repülni tudó lényeket egy-egy mutációból, tehát néha ott is előfordul extremisztán, de ritkán. Tehát, ha meg akarjuk érteni azt a világot, ami körülvesz minket, kénytelenek vagyunk egyszerre gondolkodni átlagisztánba, vagy Moldoviába, és Vildóviába, tehát extremisztánban. Mert vannak olyan jelenségek, amik az egyikhez tartoznak, vannak, amik a másikhoz. Tehát
csodák vannak, átlagisztánban is vannak, van, Matuzsálemek nincsenek ugyan, nincsenek, tehát Matuzsálem 960 évet élt a írás szerint, nincsenek 10 méteres emberek, már 3 méteresek sincsenek, de ezzel együtt előfordulnak csodák, csodálatos gyógyulások, csodálatos csodák. Extremisztánban viszont még csak nem is nagyon ritkák. Nem arról van szó, amit egy matematikus ilyenkor mondana, hogy kis valószínűségű események, hanem extremisztára pont az a jellemző, hogy nincs olyan fogalom, hogy valószínűség, értelmetlen, nem beszélhetünk erről. Tehát egyik kedvenc példám erre mondjuk, hogy átlagisztánban is van extrém dolog, születnek időnként zsenik. Itt a zseninek a határát nagyon magasan húzom meg szándékosan, egy Newton, egy Einstein, tehát már Gauss se tartom zseninek, csak kirobbanóan nagy tehetségnek. Nem fog megsértődni, mondjuk Lovász Lászlót se tartom zseninek, miközben az egyetemi éveimet végig frusztrálta az, hogy annyival tehetségesebb nálam, hogy egy hónap alatt megalkotná a matematikai életművemet, ha matematikával foglalkoznék. Sokkal később jöttem rá arra, amikor csodálkoztam azon, hogy olyan évfolyamtársaim, akiknek mondjuk a versenyeredményei jóval gyengébbek voltak, még az enyémeknél is. Én mondjuk egy olimpiai bronzéremig vittem, a lovás simán aranyat nyert, és nem véletlenül, hanem azért, mert ennyivel tehetségesebb. No, ha a Lovász László megcsinál, és ezekből az évfolyamtársaimból egész jó matematikus lett, akár nemzetközi szintű. Ugyanis, ha a lovász egy hónap alatt megcsinálja az életművemet, hogy kiszúrjon velem, akkor a lovász egy hónapot elpazarolt az életéből. Azért, mert olyasmivel foglalkozott, amit más is meg tud csinálni. Ő foglalkozzon olyannal, amivel nekem és másnak esélye sincs, hogy megcsináljuk. Vagy sikerül neki, vagy nem, de ha sikerül, akkor viszont olyat lendített a világon, a világtudományán, amit másnak esélye sincs. És még őt se tartom zseninek, mert egy kirobbanó tehetség, tehát olyat lát, amit mondjuk egy bronzérmes nem lát, de nem jutott eszébe olyan, mint mondjuk Einsteinnek vagy Newtonnak, ami korábban senkinek még hasonló se. És ha ezek, na, a zsenibe pont az az érdekes, itt Magyarországon szeretjük úgy gondolni, hogy tele van, hemzsegnek körülöttünk a meg nem értett zsenik. Az amerikai fordító a könyvemnek ezt a részt egyszerűen végül is közös megegyezéssel kidobtuk, mert egy amerikai nem érti, hogy miért mondom azt ilyen hangsúllyal, hogy nem, a zsenibe pont az a pláne, hogy érthető. Eleinte csak a legjobbak számára, a bronzérmesek számára már nem, csak az ezüstérmesek számára. De Newtont is megértettük végül, miközben én megpróbáltam elolvasni Newton principiáját, nem matematikus hallgatóként, akkor kit érdekelt az ilyen, hanem akkor, amikor a pszichológusok közé kerültem, és láttam, hogy rengeteg eredeti szöveget olvasnak, és egy kicsit elszégyeltem magam azon, hogy kaptam egy matematikus diplomát úgy, hogy egy sort se olvastam a matek összes nagyjától. Tényleg, egy sor eredeti szöveget nem olvastam, se Euklidesztől, sem Pitagorasztól, sem Gausztól, sem Bolyaitól, sem Kolmogorovtól, sem Newtontól, senkitől. A természettudományokat nem itt tanítjuk, hanem tankönyvekből. És akkor azt mondta, hogy na jó, olvassuk el Newton principiáját, mégis ilyen barbár nem lehetek. Jelentem, olvashatatlan. Tényleg, tudom, mert elolvastam. Ez a könyv olvashatatlan, egy a 20. század harmadik harmadában jeles eredménnyel diplomázott ember számára. Ugyanis az történt vele, nincs benne olyan matematikai gondolat, amit ne értettem volna meg az egyetemen, ne tanultam és értettem volna meg, csak éppen még nem válik benne szét a lényeges a lényegtelentől, a fontos az igazán fontos attól, amitől ő fel tudta fedezni, amitől zseni. Ehhez kellett 300 év nem zseni, hanem tanárgenerációja, akár magamfajta tanárok. Tehát olyanok, akik
300 év alatt megtanultunk úgy tanítani, mondjuk Newton elgondolásait, hogy ma nyugodtan rúgok ki egy első éves egy műegyetemistát, ha nem érti, mert valószínűleg alkalmatlan a pályára. Ma már tudjuk úgy tanítani. Ez kellett 300 év, van ilyen. Na, tehát én a zsenit ilyen magasan húzom meg. A zsenit valahogy nem Gauss írja le, hanem akkor már Cauchy, hogy időnként 1000 méterekre ellövök. Időnként igenis születnek 5000 méter magas emberek, amúgy ugyanolyanok, mint mi amennyien. Ez a zseni. Talán. És akkor persze, hogy semmi köze a... Mit kezdenénk mi itt mondjuk? Nem egy 5000 méteres, egy 10 méteres emberrel akár. Be se férne ebbe a terembe. Mit kezdenénk vele? Ő mit kezdene? Nem könnyű. Egyébként a gazdaságban is, ez itt Ben Bernanke-nek a karikatúrája, aki 2008-ban azt nyilatkozta, hogy ekkora válság 10000 évente se fordul elő. Csak az a baj, hogy én még ugyan nem vagyok 10000 éves, mégis ezt a szöveget már legalább 4-5-ször hallottam életembe, a legkülönbözőbb válságok idején. Nem jók a modelljeink ezek szerint, mert azok szerint tényleg nem szabadna előfordulnia csak 10000 évenként. De a közgazdászok, és mint ki fog derülni, nem is ok nélkül utasítják vissza, hogy akkor cseréljük le a modelleket erre. Megmondom miért, nagyon egyszerű. Ugyanis aminek nincs szórása, tehát ahol nem beszélhetünk arról, hogy mekkora a tipikustól való tipikus eltérés, azt nem lehet beárazni. Nem tudok biztosítást kötni arra, hogyha valaki 10000 méter magas lehet, hogy akkor mennyit fizessek neki, ha beveri a fejét. Mert nyilván befogja. Nyilván ez a világ nem erre van méretezve. Tehát ez a baj, hogy márpedig az, hogy lehessen biztosítást kötni, érdeke a biztosítónak is, meg érdeke a ügyfelének is. Tehát nekem tényleg érdekem, hajlandó vagyok valamennyit fizetni évente azért, hogyha netán leég a házam, akkor ne földön futó legyek utána. Tehát mind a kettőnknek érdeke, de ha extremisztálni a dolog, akkor előbb vagy utóbb a biztosító tönkre fog menni. Mégse baj. Azért nem, pontosan azért nem, mert az emberiség kidolgozott egy mechanizmust, amivel Taleb nem számol, hogy hogyan tudunk a nagy krahok után felépülni. Egyébként mondunk, hogy szoktak olyat mondani, hogy a gazdag ember szemétdombján több érték van, mint a szegény ember házába. Ez valószínűleg igaz. De pont ezt teszi lehetővé, hogy a gazdag ember, ha nagyon nagyot bukik, utána jó eséllyel mégiscsak talpra tudjon állni. Tehát ez az, amiért elvállal számára igazságtalan biztosításokat is, mert én meg elvállalom, felőlem gazdagodjon, ha én meg biztonságban vagyok. És akkor utána vagy talpra tud állni, vagy sem, de az már az ő gondja. No, tulajdonképpen Talebet kérdezték a 2008-as válság után, valamelyik nagyon nívós labba, talán a New York Times-ba, de ebben nem vagyok biztos, hogy hát Talebe azt válaszolta, hogy bár milliárdokat kerestünk, még mindig nem értünk semmit. Nem tudunk semmit. Nem tudjuk extremisztánnak a törvényeit. Átlagisztánéit tudunk. Tudjuk elég jól. Extremisztánnak is vannak törvényszerűségei, csak még nagyon kevéssé ismerjük őket. Valamennyit azért ismerünk belőlük, erről fogok is beszélni. Tehát tulajdonképpen jogos kérdés, hogy lehet az, hogy a társadalomtudósok ennyire nem tudták előrejelezni az utóbbi 25-30 évnek a nagy változásait, a Szovjetunió összeomlását, a berlini fal leomlását. Tényleg, gondoljatok bele, fél évvel, mondjuk 1989 végén fogalmunk nem volt arról, hogy itt egy negyed év múlva szabad választások lesznek. Mondjuk, amikor a Nagy Imre temetésekor álmodni se nagyon mertünk ilyenről. Jó, volt akkor egy vagány fiatal ember, aki ezt kimondta, jelenleg az ország miniszterelnöke, nem szívesen szembesül az akkori önmagával, ez most más kérdés. De nem tudtuk előrejelezni, és azért nem,
mert nem átlagisztán törvényei szabályozzák, hanem extremisztánéi, azokat meg nem ismerjük eléggé. No, átlagisztánról tényleg rengeteg tudományos ismeretünk van, mert nagyon nagy zsenik alakították évszázadok alatt. Tehát átlagisztán működésében a dolgok elég jól előrejelezhetők. Egyébként van ebbe egy-két olyan tudnivaló, amit érdemes tudni, nem szokták szeretni a hallgatóim, amikor például levezetem, elmondom, hogy átlag, ha Gaussi a dolog, ha ez a modell igaz, akkor például kifejezetten hasznos és célra vezető tulajdonság a konformizmus, a szabálykövetés. Persze, hogy én se szerettem ez ilyet hallani 20 évesen, de ez van, matematikai tény. Átlagisztánban közepes kockázatokat érdemes elvállalni, a nagyon kicsiket azért nem, mert akkor azzal nem lehet nyerni, a nagyon nagyokat azért nem, mert azokba bele kell pusztulni. Persze így is úgy is valamibe bele kell, de szeretjük azért nem a kockázatokba. Átlagisztánban valóban fekete atyúk csak 10 000 évente fordulnak elő, a történelem szép lassan folydogál, átlagisztánban igazak Petőfi sorai, hogy habár fölül a gája, és arról a víznek árja, azért a víz az úr. De mi a helyzet extremisztánban? Ami keveset tudunk róla, abba pont az az érdekes, hogy egy olyan matek írja le, ami éppen nem arról szól, mint amiről a matek általában szokott. A matekot általában arra használjuk, hogy kiszámítsunk mindent, ami kiszámítható. Csak hogy a matek arról is tud beszélni, hogy mi az, ami nem kiszámítható, nem azért nem, mert nem vagyunk elég okosak hozzá, hanem azért nem, mert ilyen a természete, hogy nem kiszámítható. És ilyenek például ezek a furcsa, amit fraktáloknak hívnak, érdemes rágooglizni egy kicsit, akinek van kedve, gyönyörű ábrákat fogtok találni, ígérem. No, csak éppen az a pláne benne, hogy ez folytatható akármeddig, itt is valamilyen színű, meg itt is, ha eddig folytatom. De a matek egyet tud garantálni, hogy semmilyen módon nem tudom kiszámítani azt, hogy itt milyen színű lesz. Egyet tudok csinálni, folytatom a fraktálnak a rajzolását, és ha eléri véletlenül ezt a pontot, akkor megtudtam, hogy milyen színű. De ha nem éri el, mert az pont nincs a fraktálba, akkor soha se fogom ezt a tényt megtudni. Tehát nem tudok semmilyen módon előrejelezni, hogy itt most piros vagy kék lesz a fraktálnak ez a pontja, egyáltalán pontja-e a fraktálnak. Ez ilyen, matematikailag ilyen, ennyit legalább tudunk róla, és ebből a matekból azért néhány furcsa dolog következik. Na, ezt már jobban szeretik a hallgatóim. Ugyanis ebbe a matekba például a hasznos és célra vezető tulajdonság pont a nonkonformizmus, a szkeptikusság, mondjuk egy értelmes nonkonformizmusról beszélek természetesen, a szabályok értelmes felrugásáról, arról, hogy válasszuk meg bölcsen, hogy mikor legyünk ostobák, valóban. De itt a nagyon kicsi és a nagyon nagy kockázatokat érdemes elvállalni, a közepeseknek semmi értelme, mert azok, amik nem beárazhatók elég jól. Itt a történelem nagy ugrásokkal zajlik, tehát van, aki, lehet, hogy a mostani hallgatóim, egyébként nem egy lázadó generáció ez most, egy viszonylag konformista generáció, és ez egyáltalán nem negatív rájuk nézve. Nagyon sok, szóval élnek akár a Mama Hotelbe, ha netán pestiek, és nagyon tisztelik a szüleiktől azt, szüleiket azért, mert ők még nem akarják elkezdeni a felnőtt életüket, mert ők csinálják. Tehát fekete atyúk léptennyomon előfordulnak, mert ilyen a természetük, és extremisztánban nem a víz az úr, hanem a fantázia. Ez előfordulnak olyan özönzések, amelyek tényleg az Ararát csúcsait mosogatják, vagy nyaldossák. Extremisztán természeténél fogva ilyen. Ami azért érdekes, mert érdemes belegondolni, hogy mi jellemzi az okos embert átlagisztánba. Ide Peter Drucker képét tettem, aki a 20. század egyik legnagyobb üzleti gondolkodója volt. No, az jellemzi, hogy jól előre tudja jellezni a jövőt. Na, okos.
és a magamfajta tanáremberek technikákat készítenek az ő okosságából, hogy a kevésbé okosak is tudják alkalmazni. Ez volt a fejlődés motorja az elmúlt 200-300 évben. Azért valahová el is jutottunk. Tehát régen mondjuk nem lehetett volna összegyűjteni egy ilyen hallgatóságot, mert nagyon kevesen éltek ennyi ideig. Tehát valamire jó volt azért ez az átlagisztán is. Speciális tudása van, szaktudása. Na most a speciális tudás sokszor nagyon jó, de azért néha meg nem az kell. Jó, ne legyek ilyen absztrakt, mondok egy példát. Például a nagybátyám, tehát apám testvére, ő az orvosegyetemen volt professzor, és egyszer az unokahúgom kapott valami ronda bőrfertőzést. Nagybátyám persze elküldte a világhírű bőrgyógyász professzorhoz, aki a kolléga lányának kijáró maximális műgonddal kezelte, a tudomány napi állása szerint. A fertőzés meg csak nem akart elmúlni. És egyszer, már hónapok óta nem múlt el, egyszer egy ilyen családi ebéden apám beszólt az öccsének, hogy figyelj Gyuri, mit mondanál a kislánynak, ha Zalába lennél körorvos? Egyszerű kérdésre egyszerű válasz. Mit mondani, borogassa Kamillával. 3 nap múlva kutyabaja se volt a lánynak. Nos, nehogy félreértsetek ezzel, nem az orvostudomány szidom, egyáltalán nem. Ugyanis az például, hogy most itt ülünk többé-kevésbé egészséges arcbőrrel, az pont annak köszönhető, hogy az orvostudomány felfedezett rengeteg speciális eljárás, módszert, gyógyszert. Tehát az orvostudomány valamit csinál, de van, amire még nem került sor, nem tudunk mindent. És azt meg néha ilyen nagyon általános dolgok, mint a Kamilla gyógyítja. Extremisztánban sokszor pont erre van szükség, nem specialistákra, hanem azt mondhatjuk, hogy generalistákra. Tehát olyanokra, akik talán nem ismerik olyan pontosan a ezerféle speciális gyógymódot, lehet, hogy egy év után ráhibázott volna a professzor is, de ismernek egy csomó olyasmit, ami általában sokszor működik, semmi se garantálja, hogy most is fog, de talán igen. Tehát extremisztánban, ide viszont már láttátok, Tálep képét tettem, extremisztánban az okos embere pont nem ez jellemző, mert nem lehet előrejelezni a matematikailag a jövőt, hanem extremisztánban az okos embert az jellemzi, hogy tisztán látja azt, hogy a jövőt lehetetlen, akár közelítőleg is előrejelezni. Mégis lehet alkalmazkodni hozzá, éppen ebben szeretnék beszélni, egy kicsit még a hátra levő időben. Ugyanis az eddig átlagisztánban az okos ember az volt, nek azt tekintettük, akinek van valami speciális tudása, amit amikor kell, hozzáfordulunk és alkalmazza. Extremisztánban továbbra is kell egy csomó specialista persze, de legalább annyi olyan ember is kell, akinek olyan tudása van, amit majd holnap is tud alkalmazni, amikor egész más lesz a helyzet. Konvertálni tudja. Na hát akkor mi ez a konvertálás? Akkor már, ha már apámnál és nagyapámnál tartottam, hogy jóval 80 fölött már egyszer egy ilyen vasárnap délutáni borozgatás közben úgy elkezdtek együtt borongani azon, hogy hát kicsit lassulunk, tompulunk, mire a nagybátyám kihúzta magát és közölte, hogy na ja, de nekünk legalább van miből. No és jó, hogy tényleg két szuperértelmes emberről beszélek. Igen, erről van szó, hogy legyen mit konvertálni. Tehát a hallgatóinknak, műegyetemi hallgatóimnak, épp úgy, mint PPK-s hallgatóinknak, szoktam is mondani, és nem hökkennek meg rajta, hogy valószínű, hogy abból, amit most tanulnak 20 év múlva, semmit se fognak használni. De nem is azért tanulják most, hanem azért, hogy legyen mit konvertálni. Tehát, hogy alakuljanak ki a fejükben olyan modellek, amelyeket tényleg lehet majd másra is használni. Tulajdonképpen nem is csak modellekről beszélek. Általában össze is keverjük ezt a két szót, a makettet és a modellt. A lányom például érettségi után néhány évig modellként dolgozott, de azt mondta, hogy én nem modell vagyok, hanem makett. Ugyanis, mondta, a modell az az, ami úgy működik, mint az igazi, de nem úgy néz ki. A makett az, ami úgy néz ki, mint az igazi, de nem úgy működik.
Úgyhogy ekkoriban, ha megkérdezték tőle, hogy mivel foglalkozik, így kihúzta magát, és közölte, hogy makett vagyok. Na hát itt van, ez nem a lányom, de egy híresebb makett. Makett persze nem modell, ő se úgy működik, mint amit képvisel. Itt van például, mi ez? Hát azt ráismertek, hogy ez a DNS-nek a mije is. Hát a makettje persze, nem modellje. Azt kell látni, hogy mind a kettő mögött, a modell mögött is és a makett mögött is tudás van. Nagyon is mély tudás sokszor. Tehát az, hogy megcsináljuk a DNS-nek ezt a makettját, kell, hogy tudjuk a kettő spirál szerkezetet, amit nem volt olyan könnyű felfedezni, vagy 50 évig tartott. Kell, hogy tudjunk közben még egy csomó speciális kémiai kötést. Nagyon is mély tudás van egy ilyen makett mögött, és segít abban, hogy jó képünk alakuljon ki a világról. Tehát, na, érdemes megkülönböztetni, hogy mi makett és mi modell, már csak azért is, mert mostanában, szóval, azért, már csak azért is érdemes megkülönböztetni a kettőt, mert mostanában egy üzleti döntéshozó már meg se fordul a fejébe, hogy minimalizáljon, meg optimalizáljon, meg ilyen átlagisztáni dolgokat csináljon, mert nem fog működni. Viszont nagyon olcsóvá vált bizonyos értelemben a tudás. Az internetről percek alatt le tudunk szedni 100 modellt akár. Nem ez a probléma, hanem az, hogy melyik érvényes a mi helyzetünkre, azt eldönteni. Tehát a modell érvényességét meghatározni, hogy a számunkra érvényes-e. Tehát amit csinál egy mostani üzleti döntéshozó, hogy megnéz egy csomó modellt, ami úgy működik, de nem úgy néz ki. Utána kiválaszt egyet, ami szerinte jó, mert úgy érvényes az ő helyzetére, és utána megnéz egy-két makettet, csak azért, hogy lássa, hogy tetszik-e az összkép. Ha nem tetszik, keres másik modellt, mert nem akar hülyeséget csinálni. Ha tetszik, akkor dönt úgy. Na, itt van például, hát direkt nem akartam ennél szárazabbat ide. Ki az, aki felismeri, hogy mi van ennek a srácnak a vállára tetoválva? Hát kevés matematikus ül itt ezek szerint. A Maxwell egyenletek egyébként. Na most egy biztos, hogy az elektromágneses tér, akárhogy is néz ki, biztosan, hogy nem így, az biztos. Furcsa dolog az elektromágneses tér, ugyanis nem is mindig használom, még én se, pedig én megtanultam, értem. Van néhány furcsa tulajdonsága. Na jó, magyarázat nélkül, hogy hol folyik az áram. Az áram ugyanis, na, nem mindenütt folyik, csak a vezetékben, nem. Most mondok egy mondatot, amit nem fogok elmagyarázni, csak a zenéje miatt. A vezeték ugyanis csak arra kell, hogy határa legyen a dielektrikumnak. Tehát, hogy valami megmondja, hogy merre, mi formázza azt. De azért, amikor a gyerekeim a konnektor felé nyúltak, nem azt mondtam nekik, hogy ne nyúlj oda, mert akkor te is határává válsz a dielektrikumnak, és akkor esetleg átrendeződnek bizonyos belső szerveid, és ez nem fog jót tenni. Hanem azt mondtam nekik, hogy ne nyúlj oda, mert ott jön az áram, és megcsap. Miközben pontosan tudom, mert ebből a négy egyenletből következik, hogy az áram aztán mindenütt jön, csak a vezetéken nem. Az nem erre kell. És ez annyira igaz például, hogy ilyen nagyon hosszú távvezetékeknél 2000 kilométerenként el kell vágni. Azért, mert ahol nulla az elektromágneses tér, ott csak zavarja bármilyen, ha megmondom, hogy mi legyen a határa, mert nincs határa. Tehát nem annyi. Olyan, mint a Cauchy eloszlás, aminek nincs szórása. Tehát, és valóban, hát mondjuk Oroszországban vagy Amerikában, jó, vannak nagy területek, ott bizony vannak 2000 kilométernél jóval hosszabb távvezetékek, és valóban, jó, transformálják házakba, de elvágják őket, tehát van egy 30 centi, ahol nincs vezeték. Idáig jött, és onnan megy tovább. Sok százalékot meg lehet is spórolni a vezeték hatékonyságába, tehát abban, hogy hány százalékát sikerül a megterhelt áramnak mondjuk eljuttatni a fogyasztóhoz. Tehát ezek jó dolog egy ilyen modell, de ez tipikusan olyan, hogy így működik az elektromágneses tér. Nem így néz ki, miért nézne így ki? Tehát, na, például legyen mit konvertálni, ez a lényeg minden ilyen tudásba. Nekem például az egyik kedvenc sorozatom a Miért éppen Alaszka volt. Itt a társaságnak valószínűleg egy jó része emlékszik rá.
tényleg nagyon kedves volt. Volt benne például egy olyan jelenet, amikor, hát azért, aki nem látta, egy New Yorki orvosról szól a sorozat, aki olyan szerződést köt, hogy finanszírozni tudja a tanulmányait, hogy a orvosi egyetem elvégzése után 3 évig ott fog gyógyítani, ahová helyezik. Alaszkába helyezik, mert ott volt épp orvos hiány. Hát, ugyanolyan flaszter gyerek, mint én, csak ő New Yorki, úgyhogy nagyon tájidegen volt Alaszkába, én is az lennék. Meg az alaszkai emberi kapcsolatrendszer is úgy nagyon másmilyen, mint egy nagyvárosi. De hát, akár miért éppen Alaszka, ezért ez a címe, magyarul, angolul nem ez, de... És hát... Na, ott van például abban a kisvárosban, ahová helyezték, Sicilybe, egy pilótanő, akinek hát szemefénye a repülőgépe, ért is hozzá, egyszer el kell menni még 1000 kilométerre északra, hogy egy ottani kisvárosba beoltsák meg, amennyire kell gyógyítsák az embereket. Jó, elmennek, elrepülnek oda kettesben, aztán Doki elvégzi a dolgát, indulnak vissza, és a repülőgép valahogy nem működik, leáll. Sikerül kényszerleszállást végrehajtani, a nő ért is a repülőgéphez, de nem sikerül megjavítania, 500 mérföldre senki ember lakta vidék nincs. Hát viszont valami kaját kell szerezni, na hát ez az, amire a New York odoki tökéletesen alkalmatlan, hogy az alaszkai erdőbe valami ehetőt szerezzen. A nő még lő is valami állatkát, ilyen furcsa állatot, úgyhogy még hús is kerül az asztalukra. Jön vissza a nő, látja, hogy a doki nyakig olajos. Hát üvölt, mint a sakál, hogy mertél hozzányúlni a repülőgépem. Ez semmi, mondja a doki, csak egy kis feltáró műtét. Nő persze üvölt tovább, hogy merészeltél hozzányúlni. Nem, hát az történt, hogy itt láttam, hogy itt az egyik ilyen hártya, az trutyi is, olyan, mint egy tüdőszenózis, úgyhogy megtisztítottam. Meg itt van még egy billentyű, egy szelep, ami hát a szívnek is vannak szelepei, amelyek, hogyha nem zárnak eléggé, az nagy baj tud okozni, mert akkor visszafelé folyik a vér. Úgyhogy megerősítettem egy kicsit, az is próbált ki, még mindig üvölt a nő, hogy mertél hozzányúlni, de hát előbb-utóbb kipróbálja, és tényleg működik a repülőgép. Tulajdonképpen ezt értem konvertálható tudáson. Nem repülőgépszerelést tanult a doki, akkor a Columbia Egyetemen, akkor valószínűleg nem is kellett volna életéből 3 évet Alaszkába tölteni, de valami konvertál, valami olyat, ami egy extrém helyzetben, na ez aztán igazán extrém helyzet, mégis használhatónak bizonyult. Tehát nem biztos, egyáltalán nem biztos, hogy hülyeségeket tanítunk, sőt, valószínűleg nem. De majdnem biztos, hogy taníthatunk jobban. Minden egyetemen van valami, nevezzük a nevén szivatótárgy. Tehát az orvos például, mondjuk ez a doki, de a mi összes orvosunk is, megtanulja az emberi test összes porcikájának a latin nevét, a halántékcsontnak. Van vagy 250 ürege meg dudora, mindegyiknek van egy legalább 6 szótagos latin neve, és nem orvos az, aki ezt valaha nem tudta pontosan. Tényleg nem. Ugyanazért, amiért én kirúgom azt, aki a differenciál egyenletet nem érti első éves mérnök hallgatóként, mert nem alkalmas a pályára. Na most, ezek a dudorok meg üregek még csak megbetegedni se tudnak, tehát nem arról van szó, hogy azért tud gyógyítani, mert ismeri a nevüket, hanem azért, mert nem orvos az, aki ezt valaha nem tudta. De én például minden egyetemen megvan hasonló tárgyak. Nálunk például a parciális differenciál egyenletek voltak, bármit is jelentsen az. Utáltuk, mint a kukoricagölödint, de az valahogy világos volt, hogy az nem matematikus, aki életében legalább egy ilyet meg nem oldott. És ugyanígy, miért tanul oszláv grammatikát egy bölcsész? Hát nem azért, mert egyszer szembe találkozik egy orosszal, és akkor tudjon vele szót érteni, hanem azért, mert az nem bölcsész, aki ezt egyszer nem értette, nem tanulta meg. De Lukács György mondta egyszer, amikor a magyar filozófia szakos hallgatói panaszkodtak a finnugrisztikára, hogy minden tárgynak megvan a maga finnugrisztikája. Tehát a jogász megtanulja a jó római jogot, nem azért, mert ez egy annyira római jogra épülő jogrend, hanem azért, mert nem jogász az, aki egyszer egy ilyen komplett rendszert meg nem értett, az meg fogja érteni a mait is.
No, tehát, és tényleg belegondoltok pszichológusoknak is, ugyanígy megvan a megfelelő szivatótárgyak, beleértve akár a matematikai statisztikát, vállalom. Mert nem, szóval, itt még nem alakult ki ennyire konszenzus, túl friss ez a szak, de nem pszichológus az, aki aki mondjuk a T-próbát egyszer meg nem értette. Nem a matekját, azt, hogy mire való és miért. Ennyit. No, tehát extremistához mit jelent az, hogy alkalmazkodni extremistához? Kezdjük ott, hogy nem új módszertanok kellenek. Szóval már maga a szó, hogy módszertan, annyira fájdalmasan átlagisztálni, persze. Ezzel együtt én emelt fővel tanítom továbbra is átlagisztán módszertanát, mert a mindennapi életben átlagisztán vesz minket körül, csak éppen tudni kell, hogy időről időre életünkben jó párszor bekövetkezik valami fontos, amit extremisztán szabályoz, amit extremisztán törvényeinek engedelmeskedik, és erre is fel kell tudni készülni. Tehát tulajdonképpen az egyik legfontosabb szabály, hogy önálló értékké válik extremisztánban az egyszerűség. Ez az egyik kedvenc, sőt, a kedvenc szobrom merem mondani így, vagy az egyik kedvencem, biztos felismeritek, ez Borsos Miklós szobra, a 0 kilométerkő, a Lánchíd Budai híd főjén, a Clark Ádám téren van, hogy miért műalkotás ez, miért nem csak egy szépen kifaragott nulla? Hát a legegyszerűbb érve, amivel tudok érvelni, hogy ez igenis műalkotás, és ennek direkt utána mentem egy kicsit, az, hogy férfiak női szimbólumot látnak benne, nők férfi szimbólumot, akkor ennek műalkotásnak kell lennie, ha ez ennyire egyértelműen így tudhatni. Tényleg az. És hát nem is akárki Borsos Miklós, a 20. század egyik legnagyobb szobrásza volt, nem is akárki alkotta. Igenis van olyan, hogy valaki vagy valami okos és egyszerű. Még emberbe is ismerek ilyet, és működik. Most nem fogom részletezni, mert akkor túlhaladok. De egy általános elvet azért mondok, ami például extremisztánban nagyon hasznos. Taleb fedezte fel, tehát én Talebet nem csak szidom, hanem az egyik legnagyobb gondolkodókorunkban, azzal együtt, hogy hát ekkora egója van, el kell viselni. Ő azon gondolkodott el például, hogy mi a törékeny szó ellentéte. Fogtok mondani sok értelmeset, valószínűleg ezek közül valamit, ami ott zölddel van írva. Jó, de mondjuk másoknak nem ilyenek az ellentétei. A jónak az ellentéte nem az, hogy semleges, hanem az, hogy rossz. Tehát nem az, hogy nem jó, hanem hogy rossz. A pozitívnak az ellentéte nem a nulla, mert ilyen az alapon az lenne, hogy nem hat rá a erő, vagy nem hat rá a bántás, hanem a negatív. A rombolás ellentéte nem az, hogy békén hagyunk a dolgokat, hanem hogy építünk, az építés. Ugyanakkor vannak szavak, aminek többféle ellentéte is van. A rajongásnak az ellentéte a közöny is, de az utálat is. Másfajta ellentét, a nyelv már csak ilyen. No, tehát Taleb definiált egy fogalmat, hogy antifragilis az, ami nemhogy tűri azt, hogy ártani akarjanak neki, hanem ebből profitál, ebből hasznot hoz. Tehát például Taleb egyik legszebb példája a mitológiai hidra. A hidra az egy olyan lény, aminek ha levágják egy fejét, akkor kettő nő a helyébe. Ha békén hagyják a hidrát, akkor nem gyarapodik. Tehát ha békén hagyják a hidrát, megmarad egy feje, vagy amennyi épp van. A hidrának ahhoz, hogy gyarapodjék, az kell, hogy ellenségesen közelítsenek hozzá, vágják le a fejét jól. De még az emberi izmok is ilyenek, az evolúció nagyon is él ezzel az eszközzel. Végülis az izmok attól erősödnek, hogyha erőltetjük őket. Tehát hogy kifejezetten azzal a céllal közelítünk hozzájuk, hogy igenis fáradjál el, fájjál, legyen izomlázad, akkor fejlődnek ki. Na most az egyik legérdekesebb jellemzője, ezt már nem Taleb írja, hogy az például a bunyó. A bunyóban az a pláne, hogy azt most tényleg verekedésről beszélek, tehát a bunyó, a box az a sport, ahol a győztest is nagyon megverik. Tehát ahol a győztes nem kap néhány nagy pofont, az nem verekedés, hanem verés.
az egészen más. A bunyó az verekedés, tehát ahol az a jó bunyós, aki erőt tud meríteni abból, ha kap néhány nagy pofont. Minden igazi bunyós ilyen. És nem feltétlenül, na most sokféle bunyó van persze, bunyó a box, de bunyó a birkózás, vagy a cselgáncs is. Mi történne szerintetek például, mennyi időm is van még, na jó, pont jó. Mi történne szerintetek például, hogyha mondjuk egy kocsmában valami, mint én egy sörön vagy egy nőn, mindegy, összeverekedne egy első osztályú boxoló és egy első osztályú birkózó, azonos súlycsoportúak, mind a kettő a magas sportágában első osztályú, melyik nyerne? Nem világklasszis, az megint más. Na, hát a többség, a naív emberek, a nem bunyósok többsége, az inkább a boxolóra tippel, hát leüti. A birkózók és a boxolók egybehangzóan a birkózóra tippeltek, mert elvisel 2-3 nagy pofont, egy azonos súlycsoportú, egy első osztályú birkózó egy azonos súlycsoportú boxolótól, ha nem világklasszis, el tud viselni általában 2-3 nagy pofont. A világklasszis az megint más, az lehet, hogy egyen leüti, ezért zártam azt ki. No, de utána, ha egyszer megfogta a boxolót, annak semmi esélye nincs. Onnantól mozdulni nem tud. Jó, mi történne, hogyha mondjuk egy cselgáncsos és egy birkózó verekedne össze ugyanígy, egyik se világklasszis. Tessé? Cselgáncsos? Hát? Tessé? Birkózó? Hát? Szemétkérdést tettem fel, bevallom. Ugyanis a válasz az, és egybehangzóan ezt mondták a birkózók is, tehát tényleg kifejezetten a tatai edzőtáborba kérdeztem őket, én ugyan tájfutóként voltam akkor ott, de ez nem zavarta őket. Mert legalább futni tudok, elfutni, ha ilyesmibe kerül sor, vagy tudtam akkoriba. No, egybehangzóan azt mondták, hogy attól függ, mibe vannak öltözve. Ha ilyen judogiba, tehát ebbe az erős cselgáncs ruhába, akkor a cselgáncsos tutira nyer. Az ugyanis elsősorban a ruhával birkózik, a ruhával verekszik. Ha pucérak mondjuk, akkor tuti, hogy a birkózó nyer. Mit tud csinálni egy pucértesttel, vagy majdnem pucértesttel egy cselgáncsos? Megpróbálhatja folytogatni, de hát az a birkózó jobban ért. Az összes többi meg nem fog működni. Tehát valahogy a bunyóba pont az az érdekes, hogy nincs optimális verekedési mód, mint ahogy egy absztraktabb szinten, de ebben most nem fogok belemenni, matematikailag is bizonyították, hogy extremisztánban nincsenek ilyen optimumok. Minden, szóval minden konkrét verekedési módhoz lehet kitalálni olyat, ami azt legyőzi azonos erejű emberek esetén. De nem, a világklassz is megint más. Ha két világklassz is összecsap, akkor ott akármi történhet. De van egy érdekes hely, egyébként nem olyan régen sakkozók hívtak meg, hogy nem erről az emberi gondolkodásról beszéljek nekik. Az ifjúsági sakkválogatott edzője hívott meg, régi ismerősöm. Beszéltem nekik így kognitív sémákról, erről, arról, de valahogy beleszőttem azt is, hogy a sakk is bunyó. Az lesz jó sakkozó, aki erőt tud meríteni abból, hogy az ellenfele húz egy nagyon jót, kap egy nagy pofont, megrendítő erejű pofont, aki ebből tud erőt meríteni, bunyós, az lesz nagy sakkozó. Miközben ezt mondom, látom, hogy a ifjúsági válogatott edzőjének az arca így elfelhősödik. Na mondom, mibe tenyereltem bele, nem érdekes, most én adok elő, majd utána megmondja. Tényleg oda jött az előadás után, és hogy rám néz, és azt mondja, hát figyelj, na, ez az ember nagymester, de nem a világ élvonalából. Tehát mit te, hogy nincs benne a világ 500 legjobbjába, az 1000 legjobba benne van. Tehát nagyon tud sakkozni, nem vitás. Egy ilyen 2550-es élőpontú, akinek mond ez valamit. Tehát tényleg nagyon tud sakkozni. És hogy azt mondja nekem, hogy na figyelj, most értettem meg, hogy miért nem lett belőlem nagy sakkozó. Mert nem szeretek bunyózni, nem szeretek verekedni. Valóban ő egy ilyen tudós típusú sakkozó, aki mindig azt nézi, hogy az adott állásban mi az objektíve legjobb lépés. Csak hogy a bunyó nem erről szól. A bunyó arról szól, hogy itt ebbe a pillanatban üssem le az ellenfelet.
Ha meg bekapok egy nagy pofont, akkor adjak még nagyobbat, kapjak, nyerjek belőle erőt. Tehát most semmi negatív nincs így a bunyóba, ahogy beszélek róla. Vannak születettem bunyós emberek. Valószínűleg mindenkinek volt ilyen osztálytársa, aki olyan születettem bunyós gyerek. Nem is megverni akar valakit, senkit sem akar ő megnyerni, bunyózni szeret. És akkor persze már nyerni is, de bunyóssal szeret verekedni, nem akárkivel. A sakk is bunyó, és a sakk azért érdekes, mert ott viszont egy táblán egymással ellen össze tud csapni, mondjuk egy birkozó egy bokszolóval, vagy egy cselgáncsossal. Na ott a sakkozók el is kezdtek ezen merengeni, hogy ki milyen stílusú sakkozó, inkább bokszoló, vagy inkább birkozó, vagy inkább cselgáncsos típusú. Teljesen egybehangzóan a tipikus bokszoló típusú sakkozó, az történetesen egy nő, Polgár Judit. Kasparov azt írta róla a könyvébe, hogy hát, ha ez a női sakk, akkor a női sakk maga a tiszta agresszió. Ezt írta róla, de akkor már megtanulta tisztelni, mert eleinte nagyon nem tisztelte a Polgár Juditot. Szóval itt van például még egy viszonylag fiatalkori küzdelmük. Két gladiátor ül egymással szembe. Tehát a sakk ezért érdekes, mert ott tényleg összecsap, mondjuk egy cselgáncsos egy bokszolóval, és aztán nyer, amelyik nyer a jobbik. Bebocsánat, ezt nem így akartam mondani, de van ilyen. Anyanyelvünknek szava végül is ez van. No, tehát tulajdonképpen ki tudja, hogy ez mi. Igen, ez a berlini holokauszt emlékmű, ami azért érdekes számomra, mert nekem a személyes csodám az ehhez kapcsolódik. Tehát én azt hittem, valamennyire ismerem Berlint, legalábbis a keleti részét. Gyerekkoromban többször ilyen cseregyerekként nyaraltam ott, és megragadott valahogy a város az akkori szürkeségével is. Aztán utána legközelebb 2006-ba kerültem oda, úgy otthonosan sétáltam az utcákon, amik már akkor nem voltak annyira szürkék, de még jobban kiemelkedett a hangulatuk, és egyszer csak találtam egy táblát, ami így mutatta, hogy a holokauszt emlékmű felé. Követtem a táblát, és egyszer csak nem találtam semmit. Visszamentem az utolsóhoz, megint követtem, megint semmi. Ez azért volt furcsa, mert nem ilyennek ismertem meg a németeket. Tehát Esti Kornél is leírja ezt egyébként, aminek én is tapasztaltam, hogy egyszer kiszálltam egy ilyen északi-tengeri fürdőhelyen, rögtön az állomástól így minden utcasarkon mutatta egy nyíl út a tengerhez, majd a végén, amikor ráfordultam a tengerhez, a tenger felé ott volt egy tábla, 5 méterre a parttól, egy tábla ugyanilyen kézzel, hogy Das Meer, a tenger. Ehhez képest a holokauszt emlékművet nem találtam meg. Hát itt láttam egy csomó ilyen követ, ilyen oszlopot, elkezdtem közülük sétálgatni, elég lassan jöttem rá, hogy ez maga az emlékmű, de valahogy nagyon megragadott, ugyanis ez talán Berlin legértékesebb telke, ráadásul ilyen dupla vagy tripla telek, tehát ez legalább 2 utcányi. És Berlin kellős közepén, tehát mint egy 300 méterre van arra a Brandenburgi kapu, az ott egy elegáns luxusálló pont nem látszik a sarkon, fölöttem Wim Wenders angyalai. Tehát valahol egyszerűen úgy megragadott ez, hogy te jóságos ég, volt lelki erejű, körülbelül olyan, mint a Budapesten mondjuk a Deák tér és a Váci utca között csupa ilyen fekete kőoszlop, vagy sötét-szürke kőoszlop lenne, különböző magasságúak, a szélén 20 centi, legbelül 4 méter, vagy még több. Na és valahogy az járt át így zsigerileg, hogy Jézus Mária, ezek tényleg szégyellik azt, ami történt, és 60 évvel, akkor épült egyébként 2005-ben az emlékmű, 60 évvel utána is emlékeztetik magukat erre, tehát hogy nem kozmetikázzák, nem letagadják, hanem rászánják Berlin valószínűleg legértékesebb telkét. És na itt történt meg velem a csoda, megfogant bennem irántuk a szeretet, és azóta is működik. Tehát félreértés ne essék, korábban is nagyon tiszteltem azt a népet, amelyik Goethét, Bachot, Gausztot adta a világnak. Meg se fordult a fejembe, hogy szeressem azokat, akik mondjuk családomnak a jelentős részét kiirtották.
És apám, aki túlélte ezt, és érdekes egyébként, mert egyszer, 75 éves korában úgy azon sóhajtozott, hogy hát sajnos mi nem tudjuk, hogy mennyire vagyunk hosszú életűek, mert mondja, a családból senki se halt meg természetes halállal. Nem táplált belém semmilyen gyűlöletet a németek iránt, de az világos volt, hogy hát szeretni az fel sem merül. És valahogy itt, ahogy bókláztam ebbe a labirintusba, van a sarkában egyébként egy kis ilyen pincemúzeum, nem is olyan kicsi, ahol egyesével felsorolják az összes elpusztított zsidót, mind a 6 milliót, német alapossággal, tehát itt nincs mese, fel van sorolva. Ott már nem érdekelt, eszembe se jutott köztük megkeresni esetleg az őseimet, az már egy múzeum és kész. Inkább visszamentem ide, bókláztam tovább, és még erősebb lett ez az érzés. Tehát tényleg ez, hogy ez az ő emlékmű se nem az őseimről szól, se nem a gyilkosaikról, ez az emléklő vegy tisztán a szégyenről szól, hogy szégyellik magukat, és valahogy megfogant bennem ez a szeretet irántuk, ami csoda abba az értelembe, hogy a természettudomány ilyen érzést nem ismer. Jó, a szerelemre próbál a pszichológia magyarázatokat adni, nem sok sikerrel. Én hajlamos vagyok a szerelmet is egy kisebb csodának tekinteni. De ez, hogy egy ennyire valószínűtlen érzés fogadjon meg az emberbe, ez tényleg arról szól, amiről itt beszéltem végig és az egész könyvben. És valahol ez az emlékünk mutatja a legjobban, hogy mennyire végülis egyrészt antifragilis. Tehát jó, itt a németek a nagy pofont önmaguktól kapták, tehát hogy belementek abba, ami a hitlerizmus volt. De úgy látszik, a mai Németország az valahogy ebből erőt tud meríteni, tehát antifragilis. És ugyanakkor, hát ez az emlékmű még jobban mutatja, mint a nulla kilométerkő ezt, az okos egyszerűséget. Nem fog fennmaradni örökré, úgy van tervezve, hogy 50-100 év múlva erre építeni lehessen. Nyilván megmarad akkor is maga az emlékmű, de akkor már nem így. Akkor már Berlin legértékesebb telke megint értékké válik. Akár felhőkarcoló is épülhet majd rá. De jelenleg, és ez még legalább sok-sok évig így lesz, Berlin legértékesebb telke. Na hát, köszönöm szépen a figyelmet, időm lejárt. Ha bármi kérdés van, természetesen arra lett számba egy kis idő. Készfeltartással jelezzék, kérem, hogyha van kérdés. Azon kívül, hogy nagyon köszönjük, de azt szeretném megtudni, hogy azoknak, akik nem jutottak el ide, mit lehetne mondani, hogy hol hallgathatják meg a professzor urat? Tehát ugye, akik nem fognak már egyetemre visszakerülni sem ide, sem másikra, hogy hol lehet? Azért nem tudok erre válaszolni, mert időről időre elég rendszeresen kapok ilyesfajta meghívásokat. Ezek közül némelyik nyilvános, némelyik nem. Tehát ha mondjuk egy bank hív meg mondjuk, akkor az nyilván nem nyilvánosnak szánják, pedig ugyanezt mondom el, de időről időre, tehát meg lehet találni, nem tudom sajnos előre. Ja, a Műegyetemen, ha nem is pont erről, tartok egy kurzust, aminek az a címe, hogy az érzelmek logikája, és azért lehet oda nyugodtan eljönni, mert 400 ember vette föl, egy 400 fős teremben van, és mondjuk 300-nál többen szinte soha sincsenek. Tehát el lehet férni, senki nem ellenőrzi, hogy ki ül be, oda nyugodtan. Ez csütörtökönként van 17 óra 15 perctől, még április 9-éig, 3 óra, tehát akkor arra kell számolni. A Műegyetem Q épületébe, az a Petőfi-től délre van, de mindegy, hát azt megtaláljátok a Google-be egy pillanat alatt. A Q épületén belül pedig a nagy előadóba, szóval ahova áramlanak az emberek, hogy délután mondjuk
5 óra 10 és 5 óra 15 között azokkal kell akkor tartani. Én azt szeretném megkérdezni, hogy jól érzékelem-e, hogy tulajdonképpen minden felfedezés és minden művészi alkotás, ha igazán alkotás, akkor ez végül is ebbe a csodák logikájába tartozik, hiszen abszolút az extremitáshoz tartozik, nem? Hát, és a skizofrének is mondjuk, tehát az emberi psziché működése be is a skizofrének biztos, nem biztos. Nem? Azok épp hogy nem, pont ezért igazából a normális emberek tartoznak ide, a művészet pedig másokból. Tényleg, a normális ember az, akinek igazán kaotikus az agya, és hát a káosz törvényeinek következtében ettől még a személyiségünk a személyiség, és nem sokat változik, az emlékeink emlékek, saját emlékeink. Tehát pont ez az érdekes benne, hogy a skizofrénnek pont az a baja, hogy nem elég kaotikus, és az baj. Tessék? Na, a művész az a dolog természeténél fogva extremisztálni, a feltaláló is, és még egy csomó minden, egyébként a broker is, hogyha... Tehát nem kell feltétlenül ilyen költész. Egy nagyon okos hallgató mondta egyszer, hogy amikor a szerelem kémiájáról tanult, hát hogy oxitocin, meg szerotonin, meg mit tudom én mi, és akkor találta azt mondani, egy kicsit elszontyolodott így 20 éve összes naivitásával, hogy ennyi az egész. Majd mesélte, hogy azt írta a naplójába, hogy az okok prózaisága nem akadályozza meg a következmények költőiségét. És tényleg ez a lényeg. Tehát persze, a Cauchy elosztás semmivel se költőibb, mint a Gauss, csak másmilyen. Van, amit ez modellez, van, amit az. Köszönjük szépen, professzor úrnak. Jó, ja. A kérdőívet, a mi kérdőívénket mondom, és akkor utána átadja. Mi, nekünk is van egy kérdőív. Azt szeretném megkérni, arra szeretném megkérni önöket, akik nem töltött ki kérdőívet, vagy nem kapott regisztrációs lapot. Itt vannak az én kollégáim hátul ilyen pakukkal a kezükben, hogyha arra még rá tudnának szállni 5-10 percet, akkor azt megköszönnénk. Egyrészt odaadnánk a matricát, másrészt meg a kérdőívet visszaszednénk. Jó, és akkor... És én nekem benne még egy rövid bejelenteni valóm, mert kolléganőm, Fülöp Márta professzorasszony, most pont egy olyan kutatást kezdett, ami pont nagyjából ezt a korosztályt kutatja, és tényleg jó lenne többet tudni, ha úgy tetszik magunkról. Úgyhogy átadnám neki a szót az átlevő pár percre. Először is nagyon gratulálok az előadáshoz, és nagyon köszönöm a lehetőséget. Elnézést, tényleg 2-3 percre venném igénybe a figyelmüket. Én a Tudományos Akadémia Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetében és az ELTE-n dolgozom, itt professzor vagyok, szociálpszichológia professzor, és van most egy kutatásunk Molnár Márk professzorral, amely az idős korosztályt és a fiatal korosztályt hasonlítja össze versengési attitűdök és kockázatvállalás tekintetében, és nagyon-nagyon nehezen tudunk adatot gyűjteni ebből a korosztályból. Reményi Mária és Taigás Katalin mind a ketten nagyon sok segítséget nyújtottak már nekem, és lehet, hogy önök között ül is olyan, akihez már el is jutott a kérdőívünk, és ki is töltötte, látom, hogy néhányan bólogatnak is. Nekik nagyon külön és személyesen köszönöm, ez egy elég hosszú kérdőív, nem túl szórakoztató bizonyos részein, de nagyon-nagyon-nagyon hasznos, hogyha mi mégis megteszik azt, hogy kitöltik, és keresztül mennek ezen a nem túl szórakoztató kérdében, mert számunkra viszont ez a kutatáshoz nagyon sok segítséget nyújt, és ennek a korosztálynak most 2010-es években tulajdonképpen a versengés és a kockázatvállalás egyre inkább ennek a korosztálynak is része lesz. Egyre inkább olyan élethelyzetekbe kerülnek, mivel jóval magasabb a várható élettartam, amikor ezekre a készségekre, ezekre az attitűdökre akár szükségük is lehet. Tehát nagyon fontos volna tudnunk adatokat ezekről. És ezért nagyon szeretnénk kérni önöket, hogyha egy mód van rá, akkor ebben legyenek a segítségünkre. Most nem tudtam betenni a pendrive-omat, de Kereszti Orsolya volt olyan kedves, és azt mondta, hogy talán van lehetőség arra, hogy van egy online kérdőívünk, hogy azt ráteszi
a harmadik egyetemnek a honlapjára, és egy kis leírással, akkor társítunk hozzá egy leírást a kutatásról, ott rá tudnak kattintani. Egyébként egyszer meg lehet szakítani a kitöltést, tehát hogyha hosszúnak találják egy gyűltőhelyükben, akkor lehet egy kicsit megszakítani, és utána folytatni. És vannak kinyomtatott kérdőíveink is, és hogyha... hát most sajnos nem tudom felírni az e-mail címünket, mert ugye itt vannak ezek a dolgok, de majd ki fogom találni, talán az Orsi e-mail listáján, megküldjük azt, hogy az e-mail címünket, és ha esetleg valaki inkább kinyomtatott formában töltené ki, nagyon szívesen Csürös Dávid kollégám ugyancsak itt van, ott áll a Dávid, és a Dávid boldogan elviszi bárkihez, akár a saját címére, tehát Dávid az szállítja a kérdőívet, hogyha nyomtatott formában kényelmesebben töltenék ki, tehát mindent megteszünk, azért helybe megyünk, ha azt mondják, hogy menjünk el Piripócsra, oda megyünk, csak töltsék ki a kérdőívet, mert óriási szükségünk van rá, és előre is köszönöm mindazoknak, akik ezt majd a jövőben megteszik nekünk, és nagyon-nagyon köszönöm mindazoknak, akik már megtették. Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm a lehetőséget, hogy ezt előadhattuk.